Tordai Bence, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Használtam az előbb a troll szót a trolladikra, ami ugye a Dunán ilyen cirkuszi zenét harsogva, identitásukat, mind a lajstromszámot, mind az arcot kitakarva három ember vitt véghez Karácsony Gergely beszédének a megzavarására, viszont őre is sokan mondják, hogy az ellenzék trollja, ezt utoljára a főpolgármester mondta ebben az ominózus, emlékezetes, nagyon sokak által látott videóban. Hát a főpolgármestertől, vagy ahogy mi szoktuk hívni, a helytartótól ezek dicsérő szavak, tehát hogyha valaki őt elkezd szidalmazni, akkor azt gondolom, hogy az jó ember lehet és jól csinálja a dolgát, úgyhogy köszönöm szépen. Egyébként tényleg nem találkoztak korábban még soha a főpolgármester úrral, mert nagyon sokszor elmondta, hogy nem tudja, hogy ön kicsoda. Testközelből nem. De most legalább megtanulta akkor a nevemet is. Azt mondta, hogy ismer, de nem tudja a nevemet, hát most szerintem beégett egy picit. Ő is beégett, nem csak a nevem az agyában. Ugye egy friss kutatás szól arról, hogy még a fideszesek jelentős része is azt mondja, hogy ez vállalhatatlan volt, egy főpolgármester ezt egyszerűen nem teheti meg. Sőt, van 3%-uk, aki azt mondja, hogy emiatt önmagában alkalmatlanná vált, bebizonyította, hogy nem kéne folytatnia. Nyilván más ennek a kérdésnek a megválaszolása, mert hogy önül itt a stúdióban, mert kérdezhetnénk ezt egyébként Tarlós István főpolgármestertől. Akit mindig várunk szeretettel a stúdióban. Szokott, de mihez szokott jönni? Szokott jönni néha, igen. Ezért viszont ön van itt, öntől kérdezem, hogy utólagosan milyennek értékeli önmaga akcióját, tehát látva ezt a videó felvételt, ugye, ami az Index készített, ugye, ők készítették ezt mindenki a felvételt? Mindenki felvette. Mindenki fel, ott mindegy, én azt a verziót láttam. Mindenki jelen volt a médiában. Tehát utólag nyilván ön is végignézte, hogy látja saját magát, hogy ez ott a Tordai Bence, ez én vagyok a főpolgármester előtt, ezt csináltam, kérem szépen. Mit csinált? Ugye ez az, hogy ezt akarom mondani, ez nem az én akcióm volt, ez a főpolgármesternek hátrázott helytartó akciója volt. Tehát én annyit csináltam, hogy odamentem, szépen beálltam az újságírók közé, mozdulattanul, tisztelet teljesen, pont, vége. Tehát szoktunk akciókat csinálni. Hát eleinte köpni nem tudtam, úgyhogy igen, nem szólaltam meg. De aztán kénytelen voltam beleállni ebbe a vitába, ha már ő így kommunikál az emberekkel, akkor így kommunikál az emberekkel. Szerintem ez inkább arról szól, hogy mennyire bírja Tarlós István a feszültséget, mennyire bírja a nyomás, és látszik, hogy kezdi elveszteni a kontrollját. Látszik, várjál hogy egy ezt picit. A feladatot ön ő nem ezt megérezte egyébként, hogy kezdi kihozni mondjuk a sodrából a főpolgármester urat? Ő amúgy is egy durva ember. Tehát nagyon súlyos kiszólásai voltak a képviselőtársaira a fővárosi közgyűlésben is, rendszeresen sértegeti emberi, vagy éppen női minőségében az ő kollégáit. Most ehhez képest szerintem szintet lépett, és látszik, hogy zárul az olló Karácsony Gergely és Tarlós István között. Látszik, hogy tényleg nem akarta már elvállalni ezt a ciklust. Ugye fél éven keresztül üzengettek egymásnak Orbán Viktorral, hogy mégis mik lennének azok a feltételek. Úgy látszik, a Tarlós úr a feltételszabásokban nagyon erős. Mik lennének azok a feltételek, amikkel ő folytatná. Mert hogy a Fidesz tudja, hogy semmi más esélye nincsen Budapesten, mint egy ilyen sokak szemében még talán mindig függetlennek, vagy egy kicsit ilyen civilnek tűnő polgármester mögé bújni. Érdekes, hogy szóba hozta a feltételeket, hadd kérdezzem ennek mentén tovább. Tarlós István azt mondja, hogy amikor az ellenzék megdöbben azon, hogy Gulyás miniszter azt mondja, hogy nekik kette van a miniszterelnökkel egy megállapodásuk a fővárosnak jutottandó összegekről, ami nem vonatkozik egy potenciális Karácsony főpolgármesterség idejére, akkor ő ezt nem érti, mert ez egy politikai megállapodás volt, része volt a feltételrendszernek, amit az indulásához kötött. Ez az egyik a része a kérdésemnek, hogy ezt elfogadhatónak találja-e, hogy ez egy politikai megállapodás, nem pedig zsarolás. A másik pedig, amely nagyon érdekes fordulat, és ezzel összefügg, ugye Karácsony Gergely Fővárosi Választási Bizottsághoz fordult a Gulyás kijelentés miatt a politikai megállapodás kapcsán, és a kúria áttekintette a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatát, és arra jutott, hogy az alaptörvény nem írja alá az állami szervek semlegességét a választási kampányban. Na, hát az alaptörvény mondjuk nem is alkotmány, úgyhogy vannak alapvető problémáink, ezért kell például egy Budapest alkotmányt elfogadni majd a választás után, hogyha ellenzéki többség lesz a fővárosi közgyűlésben, és ezzel mintát adni az országnak, hogy hogy néz ki egy jó alkotmány, miről szól, és milyen folyamat eredményekét áll elő.
A másik kérdés pedig szerintem politikai megállapodás, politikai tisztségek viselői tudnak kötni egymással, tehát most egy miniszterelnök és egy főpolgármester kötött megállapodást. Olyat mondani, hogy ha más a főpolgármester, akkor ez a megállapodás nem érvényes. Hát lehet máshogy mondani, hogy ez nem zsarolás, lehet azt mondani, hogy mi, mint magánemberek kötöttük ezt a megállapodást, mert hogy ezt szokták mondani, amit nem nagyon tudok értelmezni, mert hogy magánemberek nem rendelkeznek 1000 milliárd forint fölött. Vagy hát Orbán Viktor esetleg Mészáros Lőrinc néven. Azt mondja, hogy az ő feltételrendszerének, az indulásához kötött feltételeinek a része volt az, hogy ezeket megkapja. Ezt mondja most. De hogy akkor ez egy személyes feltétel, és ez egy személyes ígéret, ami csak neki szól. Volt egy olyan fejtegetése is egyébként, hogy hát nem mindegy, hogy ki a főpolgármester, mert valaki alkalmas ennyi pénznek az eredményes elköltésére, valaki pedig nem az. Tehát benne megbízzák, neki odaadják, de hogy ez azért nem zsarolás, mert akkor majd elkölti a kormány jóságos módon, úgyhogy az Budapestnek tetszen. Ez mondjuk eddig sem sikerült neki. Nézzünk egy kicsit konkrétumokat, hogyha megengeditek ezt, jó? Tökény. Hogy mit mond Karácsony Gergely, és hogy miért mondhatja vajon erre Tarlós István főpolgármester úr, hogy ez egy betarthatatlan ígérete. Nézzük. 14 év alatt az ingyenes 14, PKV például. Van, gyerekek, tehát 14 év alatti gyerekek ingyen utazhassanak Budapesten. Nincs is erre költségvetési forrás, nincs is önök meg az alapja. Ezt mondja Tarlós István. Önök mit mondanak? Hát én azt mondom első körben, hogy Tarlós István abban jó, hogy megmondja, hogy mit miért nem lehet csinálni. És ez jellemezte az egész 9 éves főpolgármesteri működését, hogy bebizonyítsa, hogy ő tehetetlen főpolgármesterként, tehetetlen, amikor a budapestiek érdekét kell megvédeni. Nyilván van, amire van jogalkotási jogköre a fővárosnak, valamire van anyagi lehetősége, és van, amilyen esetekben megtárgyalni kell a kormánynak. Mekkora kieséssel, költségvetési kieséssel járna egyébként ez? Hogyha 14 év alatt utazó fiatalok nem vennének jegyet, bérletet. Hát amúgy is csak a 6 és a 14 év közöttiekre vonatkozik akkor most. Ez egyébként, hadd tegyem hozzá, a regisztrált álláskeresők is ingyen utazhatnának a BKV-n. Uh-huh. Ez megint szerencsére nem egy nagyon nagy tömeg egyelőre Budapesten, de erről szól ez a program, Karácsony Gergelynek a Budapest mindenkié programja, hogy oda is adom, nem árt, hogyha az ATV stúdiójában van egy példány belőle, ugye? Persze, szóval majd erről szól, hogy akik nehéz körülmények között élnek, azok számíthatnak a többi budapesti támogatására, ilyen formában is, hogy a közösség megfinanszírozza mondjuk a közösségi közlekedésüket, és ez nyilván a gyerekes, főleg a sok gyerekes, vagy a gyerekeiket egyedül nevelő szülőknek, családoknak tesz jót. Hadd éljek a lehetőséggel, hogy most itt van, mert tegnap Dobrev Klárának tettem fel egy kérdést, ami nem neki vonatkozik Karácsony Gergellyel kapcsolatban, és hát, ha mi jobban tud segíteni. Nem jelöltem meg a forrás tegnap, úgyhogy ezt pótlom, a Magyar Nemzet írta meg. A forrás mindig fontos. Hogy Zugló önkormányzata egy önkormányzati képviselő közérdetű adatigénylését visszautasította, hogy ne adjon ki bizonyos számlákat, vagy teljesítéseket, vagy szerződési adatokat. Igaz-e ez a hír, vagy ez a Magyar Nemzetben megjelent információ nem igaz? Hát a Magyar Nemzetet nem szoktam hiteles hírforrásnak tekinteni. Azt tudom, hogy alapesetben minden szerződés az Zugló önkormányzatnak, amit Karácsony Gergely vezet, fent van az intézmény honlapján. Ezt a gyakorlatot szeretnék Budapesten is megvalósítani, szerintem ez a minimum, tehát ahol közpénz milliárdok sorsáról döntenek, ott van ez a civil szervezetek által rögzített átláthatósági minimum követelmény, aminek meg kell felelni. Ezen felül, hogy akkor mit kell még kikérni, hogyha minden fent van, ezt nem tudom, nem ismerem a konkrét ügyet, de nagyon szívesen utána járunk. Köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönjük. Köszönjük szépen ezt a példányt, akkor ezt itt megőrizzük majd.